Köszöntök mindenkit. Remélem jól hallanak. Én azt gondolom, hogy az ilyen spontán beszélgetésnek ilyen körben különösen értelme van, mert rólam annyi mindent megkérdeztek, és annyit mindent hallhattak innen-onnan, amonnan, hogy talán így baráti körben beszélgetni értékekről talán jobb. Én külön szeretettel köszöntöm azokat, akik tényleg először gyűjtek, ugye, mert itt voltam az Istenes Estemmel is ebben a városban, többször fölléptem, voltam itt a Léleképítőn is, az Adventív koncerten is talán kétszer, de aki most van, először külön köszöntöm, és hát szoktam mondani, amikor így együtt vagyunk, hogy mindig van a nézők között, vagy a hallgatók között olyan, akit nem önszántából gyűjt, hanem küldtek. Őt, ha van netán ilyen, őt különös szeretettel köszöntöm, mert ő értem még inkább szeretnék küzdeni a mai este, és máskor is. No, hogy alakult ki nálunk otthon? Én nem is tudom, hogy mit mondjak erre, csak áldani tudom a Jóisten meg a családomat, hogy ilyen családba születtem. Az egyik pap nagybátyámat a börtönbe verték, a másikat egészen Münchenig, apai anyajágon pap nagybátyáim voltak. A nagyapám az egyik 7 évig volt fogságban, a másik meg úgy jött haza a háborúból, hogy nézte a toronyórát, hogy a vasárnapi szentmisére érje haza. És kinn a falu szélen a patakban megmosdott, megvárta, míg bemennek az emberek. Ugye a faluhelyen, pláne abban az időben, 10 perccel előtte már a gyerekek, öregasszonyok bán voltak. Mondták az imát, hol ezt, hol azt, és legvégén az asszonyok, akik a tűzre, ugye az még rátettek a tűzre, aztán irányba a templomba. Na, nagyapám így tett, és nézte a toronyorát, és 5 perc volt még 10 óráig, gyorsan beszaladt, kapuba már kiabált, dicsértessék Jézus Krisztus, meggyüttem. Jézus Mária, meggyütt a Pesta, mondta a nagyanyám, ne kátozz, Rozi, vizet, tiszta ruhát. Összekapta magát, persze azzal beszélgettek, és ketten együtt bementek a 10 órás szentmisére, a nagyanyám persze a szokott női oldalra, nagyapám meg a férfi oldalra. És ugye szent áldozáskor a gyerekek mennek előbb, aztán és a legvégén az idősebbek. És legvégén az öreg emberek. És ilyen családba születtem. Hogy a nagyapám a gyerekeit először templomban látta meg. És kíváncsi volt rá, hogy áldoznak-e. És amikor a édesanyámék is áldoztak, meg a nagyanyám is, és akkor a végén az öreg emberek között a nagyapám is kiment. És amikor ő is áldozott, akkor édesanyámék kirohantak, átölelték a nagyapámat, szóval ott találkozott a család háború után. Szóval ilyen családba született. Eucharisztikusan, az Úr Jézust átölelve közösen ott, a falu előtt, nem szégyelve a hitet, nem szégyelve ezt az örömet. Hát, most csoda-e, hogy ilyen családban, amikor az ember beleszületi, bocsánat, akkor azért nem olyan könnyű. Én például sajnos beléptem a KISZ-be is, továbbtanulás miatt, ezúton is bocsánatot kérek, a családom majdnem belehalt, nem lehet két úrnak szolgálni. Nem járhattunk a faluban, saját falunkba, templomba, úgyhogy úgy jártunk templomba, édesapám a forradalmi bizottmány elnöke volt, pedagógus, matematika, fizika, földrajz, rajztanár, édesanyám tanítónő volt, első gyermekes, vagy első generációs értelmiségiek voltak, az összes rokonom azok paraszt emberek voltak, kivéve a nagybátyáimat, akiket szintén kitanítottak papnak, jogásznak, mit tudom.
És az édesapámat azért nem végezték ki 56-ban, mert olyan egyetemesen viselkedett, ugye Hegykőn születtem, ez a Fertőtó partján van, a történelmi fájdalom után, a trianoni határ szélen. Jöttek az egyetemisták Sopronból, és a falunkban, a Széchenyi kastélyban ott voltak a katonák, AVH-s ruhában. Erről a vidékről, Alföldről. Tudják, régen így volt, hogy messziről hordták a katonákat, hogy ne legyen ott valami susmus közöttük. Úgyhogy főleg alföldi gyerekek voltak ott, és az egyetemisták jöttek Sopronba, és le akarták lőni őket. És azt mondta édesapám, gyerekek, itt nincs lövöldözés, az életet nem lehet visszaadni. De ezek rohadt távosok, ezt mindenkire azt lehet mondani, amit akartok. Ilyen ruhában vannak, ezek itt a faluval semmiféle rossz kapcsolatban nem voltak. Le lehet fegyverezni őket, berakjuk a szertárba a fegyvereket, és a kultúrotthonba elszállásoljuk őket, és még élelmezzük is őket. És amikor rend lesz, akkor majd bíróság elé lehet őket állítani. Na most, mikor vége lett az egésznek, és nem rend lett, hanem úgy lett rend, mások szerint akkor lett rend, akkor édesapámat bíróság elé állították, és az AVH-s katonát védték meg a kivégzéstől. De ez nem volt ám olyan egyszerű, mert ezt később tudtam meg, már amikor már felnőtt fejjel, ez titok volt a családban, ezt sokáig nem mondták el a szüleim, hogy a pap nagybátyám az egyik, a dr. Eperés Ernő, aki a kinti magyar papok nagy mentora volt, ő küldte az intenciókat az itteni magyarországi papoknak is, hogy ugye nem volt rendes fizetésük, hogy a külföldi misepénzeket küldték be. A másik pap nagybátyám az börtönbe ült, az a Svoj püspöknek volt az egyik jobb keze, ha nem a jobb keze. És a külföldi papnagybátyám, az Ernő bátyám megszervezte, hogy édesapám és édesanyám, meg a családunk, mármint velük én, mert én akkor majdnem 2,5 éves voltam, hogy 56 után rögtön, ugye ott volt rögtön a határ, és föl volt robbantva minden híd, meg minden, mi egymás, de egy palló átvezetett a Hanság csatornán, és azon át lehetett menni. És hát, mikor édesanyám 2,5 évvel ezelőtt meghalt, akkor, hogy bekerültem a neurológiára, ez is volt az egyik oka, hogy megkérdeztem édesanyámt, és ez volt az utolsó beszélgetésünk attól még, hogy elköszöntem, mert már akkor haldokolt, mert mennem kellett dolgozni, és az utolsó előtti mondatom az volt, hogy édesanyámtól megkérdeztem azt, amit addig nem. Nem ilyen az élet, a Jóisten ilyen, hogy azért az utolsó pillanatokban még valamit azért tisztáztat az emberrel. Szóval édesanyám haldoklott, és megkérdeztem tőle, hogy mama, és akkor majd elmondom, hogy mit. Ugyanis a pallón édesanyám már átment a cuccokkal, mert a két ikeröcsém áldott állapotban volt, ikrekkel, pocakjában volt, őket átengedték. Édesanyámat a két ikeröcsémmel a pocakba átengedték, meg a sok cuccal, mert látták, hogy hát áldott állapotban van az asszony. De édesapámnak be kellett állni a sorba, nyakába velem, én nem emlékszem rá, csak elmondták. Pedig ez előtt is emlékszem dolgokra, de ezt valami miatt erre nem emlékszem. Édesapám nyakába voltam én, meg sok cuccal. És amikor sorra került édesapám, akkor megállt a palló közepén. És édesanyám már Burgenlandban volt, ugye a történelmi Magyarország része az is, és átkiabált, hogy Kari, gyere, lelőnek. És nem mozdult apám. És Kari, gyere, hát lelőnek! És nem mozdult. Kari, hát nem hallod, gyere! És akkor édesapám azt mondta, hogy imeld a maradunk. Na most, ha utána édesanyám rövid időn belül elvetélt, és megkérdeztem édesanyámot, hogy mama, nem azért vetéltél el a két öcsémmel, mert olyan trauma ért téged ott a Hanság csatornán, a pallón, oda-vissza menetelve, és azt mondta nekem, ez volt az utolsó előtti mondat, ami előtt elköszöntünk, hogy kicsi fiam, én ezen soha nem gondolkoztam. Nehezen tudtam feldolgozni ezt, nem tudtuk kibeszélni. De a családunk, mivel saját falunkban nem járhattunk, mert egyébként amikor a büntetése 56 után az volt édesapámnak, hogy kirúgták az állásából, mint tanárembert,
és hol az asztalosoknak, hol a vízvezetők szerelőknek, hol a kőműveseknek tervezett. Akkor éltünk a legjobban. Jobban éltünk, mint a pedagógus fizetésből. De amikor édesapám látta, hogy kik tanítanak, soha nem lépett be a pártba. Megalázta magát, soha nem volt fizetésemelése. Soha nem emelték ki. Megalázta magát, és visszakérezkedett. De nem lépett be a pártba. Visszakérezkedett, hogy tanítson, mert látta, hogy a gyerekét kik tanítják. Na most, közben ugye ennyi pénze nem volt a családnak, de a papnagybácsik összedobtak egy motorbiciklire. Méghozzá egy Danubiára. Akkor az nagy dolog volt. A kultúrotthonban volt először Hegykőn televízió, másodszor nálunk volt. Mert hogy kultúrát tudjuk magunkba szívni. Ugye ott az osztrák tévét is lehetett fogni, a csehi, csekettőt. Tehát sok mindent lehetett csinálni ott azért a határsávon belül. És akkor az a motorbicikli azért kellett, mert Sopron, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Győr, Mosonmagyaróvár körzetben, attól függ milyen idő volt, meg mennyi időnk volt, mindig máshol mentünk misére, szentmisére. De úgy, hogy a húgom ült édesapám előtt a tankon, édesapám és édesanyám között én. Nem emlékszem rá, hogy valaha is találkoztunk volna rendőrrel. Lehet, hogy találkoztunk, nem emlékszem rá, de nem büntetett meg minket. Hogy a legkorábbi élményem a kereszténységről, jót röhögtem utána később, amikor édesapámtól ezt megkérdeztem. Ugyanis a papnagybácsi persze fölvilágosították a családunkat, tudtuk, hogy kik a békepapok, kik nem a békepapok. Na most, ott voltak kulákok, gyógyszerészek, mérnökök, jogászok, tanárok, ki ahogy kitelepített arisztokraták, mindenféle volt. Ahova elmentünk, akkor nem mehettünk be ott se a misére, hanem bementünk a sekrestyébe, ha nem volt békepap. Ha békepap volt, akkor fölmentünk a karzatra. De mint a heringek úgy álltunk. Volt olyan pap, amikor a sekrestyébe kijött áldoztatni, többet áldoztatott kint a sekrestyébe, mint benne a templomba. Most arra emlékszem, csak hogy visszatérjek az alapkérdésre, csak hogy ez nem lehet olyan így válaszolni rá, hogy egyszer az édesapám leállította egy falunak a szélén egy ilyen álléba. Leállította 5 perccel, toronyarát lehetett látni, 5 perccel a szentmise előtt a erős dohányos volt az első infarktusig, akkor matematikus lévén rögtön eldobta a cigarettát. No, elég az hozzá, hogy erős dohányos volt, leálltunk, és elkezd elszívni egy cigarettát. Elszívott egy cigarettát, és akkor mentünk be a faluba, és úgy mentünk be. Én ezt akkor gyerekfejjel nem értettem. Aztán rákérdeztem édesapámra, és jót mosolygott. Ugyanis abba a faluba, amiben mentünk, ott igen sok volt a vörös ember. És a templom és a kocsma falu helyen általában egymással szemben van. A főjelentő emberek meg ott dülleszkedtek az ablakba. Most édesapám matematika, fizika, földrajz rajztanár, azt mondta, hoppa, hát ezek 5 percnél tovább nem bírják egy fédeci, vagy egy fröccs nélkül, vagy egy sör nélkül. Ászívó egy cigarettát, az Úr Jézus tudja, hogy miért, késtünk el a misérül, az evangéliumra odaérünk, a predikációra odaérünk, a bűnbánatot meg magunkba megtesszük. De ezt nem mondta akkor el nekünk gyerekeknek, de hát ezt nekünk titóba is kellett egyébként tartani, hogy hová megyünk, kikkel találkoztunk. Szóval szép, szép keresztény életünk volt, és nekem ilyen is volt később, és a Szimüszíti Főiskolán tudták, hogy templomba járok, és évente gyóntam, áldoztam, volt, hogy havonta, és katonakoromban is kikiszöktem templomba is, hogyha nem engedtek ki, de be kell vallanom, hogy az egy... Hát, hogy mondjam, most utólag mindenképp ezt tudom mondani, hogy liberális keresztény élet volt az én életem.
A bizonyos bűnöket elkövettünk. Katolikus vagyok, majd meggyónjuk. Na most... ez egy elég kevés keresztény élet volt. Én olyan büszke voltam rá, amikor gyerekeket beírattuk a szocializmusba is. Pesten is. A belvárosi templomba jártak, hittanra. Szóval tudták rólam a kollégák is. Egyébként, hogy fölvettek a színművészeti főiskolára, és hogy nem rúgtak ki, nem is tudom. Szóval utólag csak azt tudom magamban mondani, hogy a major tanár úr az Isten áldja meg. Annyira szeretett, hogy olyan védelmet adott, hogy nem tudta kirúgni. Sok mindent mondanak a major tanárról, én csak azt tudom mondani, hogy mi voltunk az első színész osztálya, addig csak rendezőket tanított. Én egy öreg embert kaptam, aki mindent át akart adni. Nem tudom, hogy így van-e, mintha le akarta volna vezekelni az életét. Csak adni, adni és adni akart. Én meg ittam, ittam és ittam. Úgyhogy én nem tudok rá, az idősebb kollégák, most nem akarok neveket mondani, úgyis tudják, akikkel konfliktusa volt, azok mindig mondták nekem, hát te egy keresztény gyerek vagy, te hát hogy bírod a major tanárul, meg hogy ilyen nagy kedvenced neki is, meg ilyen majdnem apa-fiú viszony volt közöttünk. És azt mondtam, hogy hallottam, hogy ő központi bárbizottsági tag volt, meg mit tudom, meg nem tudom, meg hogy jóba volt az Acéla, meg a Kádára, meg összejártak, de mondom, én azt is tudom, hogy amióta engem tanít, én nem láttam ilyesmit tőle, és csak adni, adni és adni akart. Ezt akkor nem fogtam föl, de utólag azt mondom, mintha levezeke. Halála előtt is meglátogattam Sopronba, ugye ott közel laktunk, haldoklott, és eljátszotta, hogy nem haldoklik, mikor bementem hozzá a szívszanatóriumba. Vittem egy malmonkannak kék frankost, csibész szamot. Óriási fazon volt. És eljátszotta nekem, hogy ezt ő most meg fogja élni. Hát hozza még ezt. Kevés lesz. Eljátszotta nekem, hogy nehogy már elsírassam. Akkor láttam utoljára, rá pár napra már meghalt. Szóval visszatérve, a mi falunk egy olyan faluhegykő, ahol sajnos visszaesett a kereszténység, de mi falunk volt az ország egyik, szabad így mondanom, primőr faluja, körülbelül 1300 és 1500 között ingadozott a falu létszáma, volt olyan búcsunk a hegykön, hogy 15 papunk otthon volt. Tehát minden 100 emberre esett egy pap. Ilyen faluról Magyarországon nem tudok. Nem volt olyan család, ahol ne lett volna minimum, talán nem volt olyan család, minimum egy pap valamilyen ágon. Az utolsó papunkat 10 pár évvel ezelőtt szentelték, azóta sajnos nem volt papunk, és a jóléttől a falunk kereszténysége visszaesett. Különösen a fiatalok, mert az öregek még járnak, de a fiatalok azok sajnos... Hát tudják, Ausztriába átjárnak az emberek, és örülök, hogy jól élnek. Ott mindig is jól éltek nálunk, mert nagyon jó föld volt. Zöldség falunak, mikor megállt a vonat, akkor a Gyesev, ott most már felszámolták az állomást is, Fertőszé Miklós után, ugye egysávos volt csak, és akkor Morkonfalva megálló. Morkonfalva, hát ugye répa. Zöldségfalu volt. Na most egy híres zöldségfalu volt, zöldségtermesztésből élt a falu, most már ugye termárfürdő van, meg idegenforgalom, meg mi egymás, nagyon gazdag falu. De a papunk, amikor mondta, hogy emberek, hónap a pajtát kinyitom, akkor telihorták zöldséggel, és akkor vitték a győri püspökségre, meg a szemináriumba, de annyit hordtak össze, hogy még a Bencés gimnáziumba, a pápára, a győrbe, oda is vitték az zöldséget. A mi falunk az egy nagyon komoly keresztény falu volt. Most igen jó papunk van, de visszaesett. A jó léttől visszaesett. De hát ezen nem is csodálkozom, mert nézze meg ide. 2000-ben volt egy magyar népszámlálás. Az ország 72%-a azt írta be, hogy keresztény.
ebből 54% katolikus, 20% nem írt be semmit, 2 millió ember, és 8%, 800 ezer meg azt írta be, hogy meggyőződéses ateista. És annak a 72%-nak, aki azt írta be, hogy ő keresztény, a történelmi egyházak fölmérése szerint 2000-ben mindösszesen 14%-a gyakorolta a kereszténységet. Mi katolikusok jobban állunk, mi 20%-on voltunk, az 54-nek a 20%-a gyakorolta a kereszténységet. A reformátusoknak 3%-a gyakorolta a kereszténységet, és az evangélikusoknak. Na most kapaszkodjanak meg. 2010-ben szintén volt népszámlálás. Az országban már csak 54% vallotta, hogy keresztény. És már nincs 14%, aki gyakorol. Hát, ha ilyen az edzés, milyen a meccs? Segíts magadon, az Isten is megsegít, mondja a közmondásunk. Szóval, böcsületes, rendes keresztény családba születtem, de hogy olyan legyek, mint a családom, az 21 évvel ezelőtt történt velem egy lelki fordulat, és akkor fölfoghattam azt, pedig már színészként. Előtte 13 évvel minden nap, két napot kivéve olyan is volt, az egyik láz miatt, a másik késés miatt nem mentem be a templomba, minden nap bementem, mielőtt a színpadra mentem a templomba, hogy Uram, dicsérlek, gyere velem. Na most, miért tettem ezt? Mert azt hallottam, hogy egy orvos, egy nagyon híres orvos, aki a klinikákon, az Üllői úton műtött, azt tartotta élete legfontosabb cselekedetének, hogy minden műtét előtt átment az örök imádás templomba, Srévizavé van szemben a klinikákkal, ott állandó örök imádás van, örökimádás templomba átment, és minden műtéte előtt imádkozott a betegért és a beteg kegyelmért. Minden műtéte előtt. És amikor én ezt hallottam, akkor azt mondtam, hogy én ilyen színész szeretnék lenni. És akkor így teltek el a fiatal színész éveim. És rá 13 év, 12-13 évre a Jóisten megajándékozott azzal, hogy rádöbbentem, pedig akkor már heti 3-4 alkalommal szent misére jár, és szent áldozó ember voltam, hogy van ennél több. És megértettem a mi atyánknak a centrumát, ez a katekézisnek is a centruma, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Én veletek leszek minden nap a világ végéig, olvassuk a Bibliából. Egy nap annyi, mint egy élet annyi, mint az örökké valóság, és az az Istennek ennyi. Tehát egy napban megtapasztalható a teljesség, ha valóban elfogadom az Isten ajándékát. Tehát a napi szent mise szent áldozás nélkül én nem tudok élni már. Nem is szeretnék. Buta közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Okokozat, filozófia. Nem igaz. Aki ezt elhiszi, annak vége. A helyes közmondás így hangzik. Épp lélekben, épp test. Ahova igyekszünk, ott nem lesznek szemüvegesek, köhögősök, lábgombások, de hitetlenek se. Mint ahogy az sem igaz közmondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Ne higgyék el, okokozati alap, filozófia, jobb megijedni, mint félni. Mert aki fél, az nem tud szeretni. Jobb megijedni, mint félni. Aki valaki megijed, az berezel. De azt ki lehet mosni. Katolikusnak Jónás, bukott diáknak pótvizsga, bukott nemzetnek pótszavazás. Addig meg engesztelés és vezeklés. Magunkért vezekelni kell, másokért engesztelni. Tehát valakik értem nagyon jól imádkoztak, hogy föl... Egyébként csak jut eszembe az Úr Jézus, mikor találkozik a tanítványokkal, nem azt mondja nekik, hogy hú, én vagyok, ne ijedjetek meg. Szóval nem mumusnak gyűjt, meg ijesztegetni gyűjt, hanem az én vagyok, ne féljetek. Az Isten törvényű lét eszköze a szeretet, az öntörvényű lét eszköze a félelem. Úgy áll szembe a szeretet a félelemmel, mint a hit a hitetlenséggel, a remény a kétségbeeséssel, és folytathatnám. Hit által jön a megigazulás. Hit nélkül meg az elvonó kúra. Hit által jön a megigazulás.
Kérem szépen, akkor én ott fölfoghattam az Úr imájának a centrumát, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Ma. És én veletek leszek minden nap a világ. Én azóta erről nem tudok nem mondani. Ha itt vagyok a Ferinél, vagy a környéken vagyok, akkor is mindig úgy igyekszem, hogy a templomba be tudjak menni itt. Mindig megkérdezem, hogy változott az időpont, mikor van, akkor ide jövök. Ez bárhova. De már volt úgy, hogy Törökországban úgy tudtam munkát vállalni egy filmnél, egy nemzetközi filmnél, hogy papot vittem magammal. Mert nem lett volna napi szentmisén. És vitte, az elperjesbe kattant, hülye. Lehet, hogy buzi. Azt nem gondolták, hogy a családom is velem van. Vittem magammal a papot, hát különben, hogy legyen napi szentmisém. Hát Törökországban, ahol született a kereszténység, ugye, az Isten követés, az Antiochiában volt, ott volt az első keresztény egyház, a Krisztus követők. Antiochiában van állandó szentmise, Izmirben és Isztambulban. Isztambulban túl a Boszporuszon, ott a domonkosoknál egy magyar pap van, tud több nyelven, egy magyar pap van, úgyhogy Isztambulban is lehet magyarul jönni, aki akar, ott a domonkosoknál, ha még nem helyezték el, utoljára még ott volt. Nőlég az hozzá, csak három helyen lehet katolikus szentmisét. Illetve nem tudtam, van még egy hely, de arról később győzöttem meg, ahol János és Mária az üldöztetésükben élt Efezoszban. Oda el is mentünk, és aztán mindjárt az első nap a törökök nem dolgoztak, bár így lettek volna itt 150 évig. Ó, mondom, most végre van egy kis márkám, mert akkor márkáért fizettek, jó pénzem volt. Mondom, kiveszek egy kis buszt, első nap nem dolgoztak, irány Efezosz. Azonnal 180 kilométer volt, ahol forgattunk a tengerparton. Családom jött, meg a pap barátunk is jött, akinek a pap szentelésén ott voltam. Hívtam a Barsi Balázs atyát, a Jelenics atyát, a Bíró Lacit hívtam, hogy jöjjenek el, nem ért rá senki. Egy fiatal pap jött el velem, ő ért rá. Egy éve szentelték, ott voltam a szentelésén, Esztergomban. Ő jött el, ő ráért. Szóval legalább nyaralok is egyet, mondom, meg nekem is jó lesz, hogy lesz szentmise, különben nem tudtam volna elvállalni. Elmentünk Efezoszba, mondom, először fölmegyünk a hegyre, mert úgy olvastam a Bédekerbe, hogy itt van egy kis hely, ahol Mária és János az üldöztetésben éltek. A fölmentünk oda. Kérem szépen, a hívő Mohamedán nem utálja a keresztényt. A hívő keresztény nem utálja a Mohamedánt. Kérem szépen, a rózsafüzér és az imamalom egy-egy helyen volt, különböző sátrakban. És ott nem volt ám az, hogy mint a bucsuk, hogy Mária, itt hangosabban meggyűjtek a szexárdok, most a bátaszéket gyújtsatok rá, hallják, hogy itt vagyunk. Nem ám így volt, mindenki csöndbe ment, csuszogott mindenki, csak a békákat lehetett hallani. Csak ezt lehetett hallani. Mindenki mondta magáit, ki az imamalmot, ki a rózsafüzért, mi a rózsafüzért, mentünk ezt. Egyszer csak oda találtunk egy ilyen, ennél egy ötször kisebb helyre, ott élt a hagyomány szerint, több pápa is meglátogatta azt a helyet, Mária és János. Onnan nem messze van Szent János eltemetve, nem találták meg a testét. Ő az egyetlen apostol, akinek nincsen semmiféle erekje, nem maradt. Nem majd egyszer, ha érdemes, akkor visszatérünk. Elég az hozzá, bementünk, és láttam, hogy egy kis mécses ott ég hátul. Mondom a jegyszedőnek, van itt euharisztia? Azt mondja, van ám. Mondom, lehet itt misézni? És azt mondja, lehet, de látja, hogy mennyi vendég van, meg vannak itt muzulmánok is, keresztények is. Ez érvényes, itt mellette van egy kis kápolna, mindjárt szólok ott egy, van egy öreg szerzetes, ott, ne itt misézzenek, hanem ott. Na szólt ennek a szerzetesnek, jött a szerzetes, állandóan nekem beszélt, azt hitte, én vagyok a pap. Mondom, itt mellettem ez a 14 év, hát nem, akkor már 24 éves volt. Ez a gyerek a pap. Nem hittem, elő kellett venni az igazolványt. Hát egy rövid sort, nagyon fiatal. Ő meg egy ilyen kopaszodó, itt meg ilyen hosszú szakálló, Bencé szerzetes volt, olasz, Laudator Jézus, innen tennum, amen. És akkor mi kell? Szent mise. Azt mondjam, előkészítem. Mondom, de nem én vagyok ám a pap. Nem, a papír elő, elhittem, előkészítette. Szent mise végén elénekeltük a szép himnuszunkat,
nem haragszanak, ha majd érdekli önöket, én szívesen visszatérek rá, de ez egy olyan nehéz mondat, hogy lehet, hogy nem kell visszatérni rá. Én jobban szeretem az előtte levő himnuszunkat, mint a mostanit, bár most is fölálltam, most vasárnap is, mikor meccs volt, fölálltam. De a Boldogasszony anyánkat én jobb szeretem. Méltóbb hozzánk himnuszként, mint az újabb himnuszunk, de ebbe most nem szívesen megyek bele. Elég az hozzá, elénekeltük a Boldogasszonyát, jövünk kifelé, hát úgyse ismeri, azt mondja a Lacika, tá jó, így legalább van minden nap számmisé. Mit tudom, Lacika? Tá jó, így legalább van minden nap számmisé. Mondom, hogy, Lacika? Tá jó, így legalább van minden nap számmisé. Én mondom, egyébként nem lett volna minden nap számmisé. Azt mondja, nem, hát a papnak is jár a szabadság. Mondom, milyen jó, hogy az Úristen nem vette ki mellőled a szabadságot. Mondom, egy éve vagy papa is már volt úgy, hogy nem volt szentmisét. Azt mondja, ó, jövök haza, találkozunk egy barátommal, azóta már püspök, együtt szentelték őket. Nem mondom a nevét, mert rögtön rágyűnnek, hogy kicsoda. Igen jó püspök. Mondom, ide figyelj, Lacikával nagy baj van. Azt mondja, nőügy, nehezebb, euharisztia. Szóval mi van? Mondom, nincs minden nap szentmise. Így lehajtotta a fejét. Mondom, neked se. Mondom, te hogy bírod ki mindennapos szentáldozás nélkül? Azt mondja, azt nem bírom ki. És akkor mondom, akkor hogy nem misézel? Azt mondja, már amikor otthon vagyok szabadságon, akkor mint a hívek, én is bemegyek a templomba, de nem misézek. Mondom, ide figyelj, a papotoknak hány filiája van? Azt mondja, 6 vagy 7. Mondom, egyiket vállald át. Az otthonit mondjuk. Azt akkor nem... 6 felé kül a papotoknak otthon szaladni, csak 5 felé. De egyiket, amikor otthon vagy szabadságon, mondd el. Szóval igazad van. Innentől így lesz. Na most elég az hozzá, hogy néha jönnek jehovista testvérek is, talán önök között is vannak, hogy néha jönnek, hogy művészkém halljuk, hogy maga befordult a Jóistenhez. Mondom, hogy igyekszem. Maguk is? Azt már mondják, ám nagyon mondják. Ja, mondom, maguk jehovisták. Akkor meg szégyenkeznek. Mondom, ne szégyeljék. Nagy dolog az. Rágyűjtek, hogy van Isten. És hiszik. Igaz, hogy egy kicsit reménytelenül, de hiszik. Jaj, miért mond maga ilyet? De mondom, figyeljenek ide, nem miért megsértődnének. Én is jehovista vagyok. Jaj, maga mindig olyan furcsa, meg vicces. Mondom, hát ez igaz, az Isten adta ezeket a karizmákat, élni kell vele. De miért mondja, hogy maga is jehovista? Mondom, miért? Hát, hogy hívjuk az Ószövetségbe? Jahve. Nem azt jelenti? Csak azóta már volt új szövetség, most máshogy hívjuk. Még az ószövetségi módon hívják, mi már az új szövetségi módon hívjuk. De egyébként én is ugyanúgy jehovista vagyok, mert én az ószövetséget én is követem, csak az a fölött már van az új szövetség. De mondom, én olyan jehovista vagyok, mint maguk. Már, mert én már megtaláltam a világ végét. Jaj, maga tényleg olyan vicces, meg furcsa. Jöjjenek velem, meg is mutatom. Budapest. Kevés hívő, templom van elég. Nyitva van a templom, könnyű dolgom van, nincs, akkor a kallantyú el a kilincs alatt. Nézzenek be a telmen végig. Végén látnak egy kis emelvényt. Látna rajta egy vagy két szárnyú díszes kis ajtócskát, mert ott van a világ vége. Ott elhúzták a csíkot. Addig meg akartak téríteni. Én is megtettem, uram, nekik is vannak őrzőangyalai, dolgozzanak. Én megtettem, ők is próbáltak meggyőzni engem, én is őket, addig jutottunk. Hozzád, uram, addig eljutottunk, aztán gyakorolják, nem. Tudják, mi van a szabad akarat példaképe a Bibliában? Igened legyen igen, nemed nem. Ez matematikailag is igaz, ugye? Papa matematikus volt. Pozitív, negatív, pozitív. Minden más eset rossz. Hát igened legyen igen, nemed nem. Ez a szabad akarat példázata a Bibliában. Tehát, a kegyelemre mondjál igent, pozitív. A kísértésre megmondjál nemet. Az is pozitív. De ha kegyelemre nemet mondok, negatív. És a kísértésre igent mondok, negatív. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ő akar segíteni, de mi hagyjuk-e? Ez a kérdés. Választottuk a magyarok Istenére. Esküszünk. Rabok tovább. Nem leszünk. Remélem.
Nem volt nehéz. Tudják, minden szerepnek meg kell találni a fixa ideáját, a központját. És akkor abban az ember már lubickol. Tehát nekünk színészeknek, Tália papjainak az a dolgunk, hogy az irodalmi anyagot, ha az tényleg, először is megkapjuk az anyagot, elolvassuk. Ha az irodalmi minőségű, akkor én azon belül negatívot és pozitívot is elvállalok. Hogy megértsék. Ez én az én arcpoetikám József Attilától származik, az igazat mond, ne csak a valódit. Hogy olvashat, ez az istenes esnek a címe is. Hogy olvashatott József Attila Thomas Mann? Gondolják meg. Azt merte mondani, európai az európainak, már akkor is ki volt az európaibb, hogy te a nyugati irodalom fejedelme, Thomas, az igazat mond, ne csak a valódit. József Attila hogy olvashatott Thomas Mann? Azt merte mondani neki, hogy amit írsz, Tamás, az magas szintű valóság. Hol van belőle az igazság? János, az igazság szabaddá tesz. Hogy mondja Arisztotelész a poétikájában, a cselekvés művészetében? Ha a cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés csak profán, azaz valós. Ha önmagán túlmutató természet fölötti célja van, akkor szakrális, azaz igaz. És az igazság mindig fölött áll a valóságnak. A valóság az, hogy születünk, meghalunk. Az igazság az, hogy Krisztus feltámad. Ha Krisztus fel nem támad, hiába, hogy maguk itt vannak, hogy én itt vagyok, hogy tegnap választás volt, vagy nem volt, hogy elmentek, vagy nem mentek. Minden hiába való. Minden hiába. Ha Krisztus nem támad fel, minden hiába való. Minden. De ha Krisztus föltámad, akkor semmi nem hiába való. Akkor a küzdésnek van értelme. Tudják, van a horizontális sík, és van a vertikális sík. És a cselekvés, valakinek azt mondják, hogy művész úr, akkor tulajdonképpen azt mondják neki, hogy szent. Azaz igazat csináló. De amikor nekem valaki az, hogy művész úr, mondom, gondolja meg. Gondolja meg. Bár mondtak rám még ennél különbet is, most csak a humorért elmondom, mert most eszembe jutott. Kérem szépen, az első Orbán kormány idején, az első választásokat is, másodikat is, harmadikat, sokat együtt néztünk, most az utolsót nem néztük együtt. Mindig együtt szoktuk nézni az eredményhirdetést, és akkor elbeszélgetünk, és akkor az első kormány idején jöttek az eredmények, és akkor mondtam a Viktornak, hogy Viktorkám, gratulálok, az első utat tudod, hova vezet. Azt mondja, persze. Mondom, mész a nunciatúrán? Nem, a főnökötöd. Mondom, Esztergom, nem, a nagyobb főnökötöd. Vatikánba mész egyből? De jó neked, azt mondja, magammal viszlek. Eltelt 3 hónap, és a diplomáciai egyeztetés után ez csak csöng a telefon. Miniszterelnöki hivatal, titkársága, hogy legyen kedves, hozza be a útlevélét, meg hogy adjam le. Mondom, már, mert hogy a miniszterelnök úr szeretné, ha benn lenne a diplomáciai testület. Mondom, várjon már egy pillanatra. Fölhívom az Anikót, Anikó, várjatok. Viktor nem értem, mondom, Anikó, mondom, nagyon szép a férjettől, hogy ezt akarja, de, hogy beteljesíti ezt az ígéretét, de én voltam a pápánál, 85-ben másodikán, mikor itt volt, akkor is láttam, mikor Kassán volt, akkor is kiment, voltam Győrbe is, nem kell, már neked támadnak ezért is. Ja, meg közben fölhívtam a Viktort, és mind a kettő azt mondta, nem, itthon maradhat, de nagyon szeretnénk, ha ott lennél, lesz dolgod. Volt, nem mondom el. Elég az hozzá, hogy mondom le a Viktornak, hogy te ide figyelj, mit fogsz mondani, hogyha az újságok neked esnek? Egyébként szerintem szokott a telefonom így. Üdvözlöm, önért is dolgozom, ne tegye le, vegye fel, dolgozom magáért is. És akkor mondta, Viktor, ide figyelj, mit fogsz mondani? Azt mondja, ide figyelj. Ha az IMF-hez megyek, akkor a járait viszem magamhoz.
Ha a pápához, akkor meg téged. Mondom, szép, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Oda közgazdász viszek, ide meg egy hiteles keresztény. Nagyon szépen köszönöm. Na, beírtak alul Eperjes Károly színművész. Vatikánból visszagyütt az irat. Hát ez nem diplomáciai rang, így nem lehet. Hát ez nem is celeb műsor. Eperjes Károly színművész. Nem lehet. Visszaírtak Vatikánból a diplomáciai testület a pápának, hogy hát így nem lehet. Ott mindenki rendben volt, hogy ment. Hogy áldozott, nem áldozott az ő dolga, de azok mehettek, én nem. Napi áldozó. Ezek összedugták a fejüket. Semmi, Martoni, Viktor, hogy mit írja? Na beírtak egy. Na most kapaszkodjanak meg. Értem, nagyon kell imádkozni. Nekem papírom van róla, Vatikán. Eperjes Károly szent ember. Akit már életében szentként tisztelek, ott baj van. Vigyázzanak rám, nagyon imádkozzanak értem. Ne tudják meg, leszálltunk Rómában a repülőtéren, az első kocsiba betették a Viktornak a családját, a másodikba engem 5 bíborossal. Úgy hajlongtak előttem, hogy azt nem tudom elképzelni. Mindenki úgy hajlongott elő, nem is folytatom tovább. Hát ezt nem... Pedig beírhatták volna, Eperjes Károly volt parlamenti képviselő. Egy napig. Párton kívül. Nem független. Én függetlenre soha nem szavazok. Hát, ha ő nem tudja, kicsoda, akkor én hogy? Ha mondja meg, hogy kicsoda. Langyosat kiköpi a szájából az Isten. Én függetlenre soha nem. Ilyen, hogy független... Független képviselő vagyok. Hú, de jó neked. Csak úgy lógsz a levegőbe, vagy mi? De kapsz levegőt, vagy hogy? Vagy mi? Független. Hát valami értékrend van, nem? Hát akkor tessék kimondani. Ne tolj be. Mondd, hogy milyen értékrend szerint akarod képviselni a közösséget. Mert független. Apám se volt pártag, de úgy lett a falu első polgármestere, hogy azt mondta, párton kívül a kereszténydemokrata néppárt és a kisgazdapárt támogatásával. Párton kívül. Nem független. Hát a független az milyen? Az a semmilyen. Talán nem szabad szavazni. Hát az maga nem tudja, hogy kicsoda, akkor hogy lehet elvárni tőle, hogy a többért jót csináljon? Világos beszéd. Szóval Kádár Jánost eljátszani visszatérve a nagy kanyarból, nagyon jó, mert nagyon karakteres személyiség volt. Barátaim, most maguk nem tudják, a major tanár úr meg a Gobbi Hilda néni egyszer másfél órás műsort adtam nekik, mert hogy ugye ők jobban voltak a központi bizottsággal, és én úgy beszéltem velük egy társulati szilveszteri műsorkor, azt mondták, hogy kár, hogy nem vettük fel. De folyt a könnye a majornak is, meg a Gobi Hilda néninek is, mert úgy beszéltem velük, mint a Kádár elvtárs, mint hogyha ott lennének a központi bizottságban. Bepisítettek a többiek, kérdéseket tettek föl, és én meg válaszoltam Kádárból, és persze állandóan kiosztottam a két maguknak a legfontosabb, de most nem. De én megfogadtam, hívtak szilveszteri műsorba is. Olyan kicsi ország vagyunk, hogy ha én elkezdek parodizálni, parodistaként jutottam be az országosra. Egyszer szegény Hofi Géza bátyámmal, nem egyszer, hanem amikor először találkoztunk, akkor mondtam neki, hogy Géza bátyám, biztos nem ismersz meg. Én az a fiú vagyok, akiből most színész lett, de 1972-ben a Kimitutban az országos döntőn nem engedtettek tovább a tévé elé. Bár utána mindig engem hívtak mindenféle műsorokba. Ilyen hakni műsorokban. Akkor jó is jött pénzbe. Mert én akkor már csináltam Kádárt. És akkor mondtam neki, hogy Géza bátyám, akkor én nagyon haragudtam rád, de be kell vallanom. Az Isten áldja meg azért, hogy nem engedtél tovább, mert ha tovább engedsz, akkor én egy ki mit tud győztes paródista lettem volna, és nem lett volna belőlem színész. Ugyanis a Bárdi Gyuri bácsi Isten nyugosztalja, a Gugyerákot csinálták, az idősebbek is, remekül.
De már nem tudott a Vígszínházba bemenni egy Shakespeare, vagy egy Schiller, vagy egy Molière darab. A Molière-ben még csak-csak, de ott se úgy, ahogy... Mert bement, és csak az 1300 néző közül csak 10 azt mondja, hogy itt a kutyának! Vége az előadásnak. És majdnem minden este így volt, hogy 10 néző nem tudta függetleníteni magát attól, hogy most nem második Richardként van ott, vagy nem tudom, hogy... hanem őnek rögtön a kutya ráugrott be, és a rögőgölcs jött, hogy nem lehetett játszani. És akkor azt mondta neki a Várkonyi tanár úr, Várkonyi Zoltán, hogy Gyurikám, döntsd, színész akarsz lenni, vagy ebből akarsz jól megélni a maraságból. És akkor azt mondta, mert milyen az alternatív? Azt mondta, 2 év fizetés nélküli szabadságra elmész, abból egyet fizetek is, 2 évig nem csinálod ezt a műsort, teniszezzél, menj ki a rokonokhoz Amerikába, élj meg, haknéz, verseket mondj, csinálj mást, Gugyarákot felejtsd el, és akkor gyere vissza, és akkor azt mondja a közönség, ja, ez egy új Bárdi. És akkor kapott újról komoly szerepeket. Tehát én megfogadtam, sőt, a Bereményi Gézá, nem a Bereményi Gézáék és a baráti köröm színházat akart bérelni, hogy esténként így kérdezzen a nép, én meg egyenesbe válaszolok rá Kádárba. De nem csinálom, mert nem szeretném. Nem szeretném. Nézzék, a legnagyobb, 2 legnagyobb parodista, akit én láttam a színész világban, azt úgy hívják, hogy Sinkovics Imre és Agárdi Gábor. Bepisiltünk rajta, ahogy parodizáltak. De ki nem álltak vele. Soha nem álltak ki vele. Soha. Egyik se. Pedig én 17 hírességet tudtam utánozni, ameddig számoltam. Ők biztos, hogy volt 20-30 híres, ismert személyiség, akit tudtak utánozni. No, szóval, hogy megértsék, én mindenhol elvállalom a feladatot, legyen az Kádár, legyen az Sztálin, legyen az Hitler, legyen az Úr Jézus, ha a mű egésze az igazságra irányul. De ha a mű egészen nem irányul az igazságra, abban én nem vehetek részt. Hogy megértsék. Attól, hogy valaki vág és orvos, még nem gyilkos. Ha azért vág, hogy abortáljon, vagy eutanáziához segítsen, akkor gyilkos. Kivéve, ha az anya élete veszélyben van. De az egy nagyon nehéz kánoni jogi helyzet. Ha azért vág, hogy a rossz részt kivegye, vagy megfakadjon a genny, akkor orvos. Ha azért vág, hogy abortáljon, vagy eutanáziához segítsen, akkor gyilkos. Akkor doktor gyilkos. Akkor nem doktor orvos, hanem doktor gyilkos. És ez mindenre vonatkozik. Például, amikor a gyerekeim iskolában voltak, ugye katolikus iskolába jártak, de hát katolikus iskolákban sincs ennyi rendes keresztény tanár, mert honnan? Hát honnan? Hát a... ország vezetését nehéz összeállítani, nem egy tantestületet. Egy város vezetését nehéz összeállítani, nem hogy egy tantestületet. És akkor mindig mondtam a gyerekeimnek, hogy figyeltek ide. Majd azt fogják nektek tanítani, hogy a majomtól vagyunk. Még lehet, hogy katolikus iskolába is. Akkor te kisfiam, kislány, fölteszed a kezedet, és azt mondja, jaj, apa, hagyjám... Én is benne leszek a példázatban, nyugalom. Főteszed a kezedet. Mert az ilyen nem tanár, csak okító. Okító bácsi, okító néni. Mert a tanár az más. Ha akarnak, erre vissza lehet kérdezni. Okító bácsi, okító néni. Mi lehet, hogy a majomtól vagyunk, mert a fater játsza az agyát. Látva kegyed egyet fejlődését, kegyed kizárt, hogy a majomtól van. Szóval, a passiót nem játszhatom el, ha a passiónak a vége nem feltámadás. Ha a passiónak az a vége, hogy Jézus meghal a kereszten, azt annyi, és nem támad fel, akkor az való világ. Az csak puszta krimi. Ezért, ahol én színházi vezető vagyok, oda nem teheti be a lábát a Jézus Krisztus a szupersztár, például, vagy az István a király, például, hogy megértsék.
Jézus Krisztus a szupersztár arról szól. Ha már meg kell halni Jézusnak, akkor keressünk rajta. Az az iromány, ha nem mondjak művet, az az iromány a racionalizmusban született. Minden izmus középpontja az egoizmus, az az öntörvényiség. Legyen az racionalizmus, nacionalizmus, fasizmus, globalizmus, liberalizmus, nihilizmus, és folytathatnám, aberalizmus, szocializmus, materializmus, katolicizmus, protestantizmus, kapsz uram vasárnap egy órát, egyébként hétköznap meg kell élni. Ebből van a legtöbb. Vagy évente kapsz egy szentestét vagy húsvétot, aztán örülj neki, uram, találkoztunk. Világos beszéd, ebből van a legtöbb. Tehát Jézus Krisztus a szupersztár az nem egyetemes mű. Az nem az igaza, csak a valóságot ábrázolja. Az igazság fölötte van. A Krisztus fel nem támad, hiába való a mi hitünk, hiába való minden. De ugyanígy vonatkozik az István a királyra. Amikor mentek először Csíksomlyra játszani a színész kollégáim, mondtam neki, hogy emberek, hülyítitek a székelyeket, legalább idáig ott volt rend. Mentek az Istvánt, és 500 az ember többnyire fiatal volt ott. Azóta is hány helyen játsszák, meg templomokban, meg mi egymás. Hát ott mit mond István? Veled, uram, de nélküled. Na és? Volt, aki ilyet mondott a parlamentben? Hogy? Na és? Micsoda világ? Hát ott Koppánynak van igaza. Bemutathatja egy színház, én onnan elszerződtem. Ahol aberalizmus van, én onnan elszerződök. Utca neki szaladjunk. Tehát, visszatérve, Kádárt eljátszani sokkal könnyebb volt, mint Széchenyit. Mert sokkal egyszerűbb. Jani bátyám, ma voltam a sírjánál is. Nem úgy, mint sokan. Ha néha ott elmegyek, azért van felé is fohász, de máskor is, a napi imámban is benn van. De hát minden nehéz sorsú is bent van az első rózsafüzérben, úgyhogy ő is. Nehéz sorsú. Tehát, bocsánatot kérek, tudják, mi történt vele az utolsó napokban? Papot kért. És azt mondta a grószelvtárs neki, hogy Kádár-elvtárs, de kommunisták vagyunk. Tudják, amikor leváltották. Volt egy ilyen úgynevezett hibbant. Azt mondta, ez öre meghibbant. Papot kért. Azt mondta neki rossz elvtárs, hogy te Kádár elvtárs, mi kommunisták vagyunk. Csak itt jut eszembe, hogy egy dunántúli nagy pártfejes haldokolt a 80-as években, tudomásom szerint, nem mondom meg melyik helyen, innen talán 200 kilométerre, talán még annyi sincs, nagy pártfejes haldokolt, és szegény 40 kiló volt vasárgyal együtt, azt járta be az elvtársak hozzá, hogy kitartás elvtárs ki. Hát hova. Látta, hogy a materializmusnak mi lesz itt a vége. És akkor egy hétig jártak hozzá az elvtársak, hogy kitartás, elvtárs. És akkor a következőt mondta. Nyilván közben bement egy ilyen kórház lelkész, vagy kórház pap, aki megnyugtatta, megáldoztatta. Azt mondta, hagyjátok el, Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Másnap meghalt. Ezzel egyébként elismerte, hogy nem lehet élni, mert a halál az csak küszöb az örök élet felé. Tehát elismerte, hogy nem lehet Isten nélkül élni, de ő megpróbált. Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Mondta az a pártfejes, aki annak a környéknek a retteget pártfejese volt, nyomorúságában rádöbbent, hogy mi van. Meg egy jó pap, aki bement hozzá, és föloldozta, és meggyontatta, és letetetett vele mindent. Na szóval, Széchenyit eljátszani sokkal nehezebb volt, ott 2,5 évet készültem rá, pedig Széchenyi birtokon születtem, Széchenyi gimnáziumban végeztem, és az ország 99,9%-ánál addig is többet tudtam Széchenyiről.
De amikor elolvastam a könyvet, hogy ezt lelkiismeretesen tudjam eljátszani, muszáj volt kutatnom. Olyan tudományos anyagokat olvastam el a Tudományos Akadémián, kapaszkodjanak meg, amit magyar történész évek óta nem vett a kezébe. Pár kéziratot gróf Széchenyi István meggyilkoltatását illetően, és nem ezt tanítják. Aki utána akar nézni, egyet mondok, mert az néha jó könyvtárakban kapható, egy-egy példány, meg mikor én ezt kimondtam, akkor egy jobboldali gazdag ember 5000 példányba azonnal kinyomta, volt nincs, így fogyott el. Dr. Kacjányi Géza, gróf Széchenyi István meggyilkoltatása. Mit mondanak Széchenyiről? Azt tanítják, okítják. Széchenyi a legnagyobb magyar, bolond volt és öngyilkos. Igaz, hogy ez a hír róla? Már akinek nem volt olyan történelem tanára, vagy apja, vagy anyja. Nekem szerencsére olyanok voltak, hogy nem ezt kaptam otthon. Iskolában persze nekem is így kellett felelni. Széchenyi a legnagyobb bolond, vagy legnagyobb magyar, bolond volt és öngyilkos. Ez három állítás. Bocsánatot kérek, okokozat, filozófia. Ha Széchenyi a legnagyobb magyar, bolond volt és öngyilkos, akkor mi milyenek lehetünk? Ha a legnagyobb magyar, bolond és öngyilkos, akkor ez a nemzet milyen? Hülye és öngyilkos és önpusztító. Van benne valami? Remélem nem. Én azok közé szeretnék tartozni, akik nem. Ugyanis Széchenyi elhárítja magától ezt a mondatot. Ki mondja, honnan mondjuk, miért van ez a szállóiga, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar? De csak egy pár idősebb tudja, már fiatalok azt se tudják. Kossuth Lajos mondja, benne is van a filmben. Éjjel gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar. Kivágták a filmből, mert le kellett rövidíteni a filmet. Én kértem, hogy ezt a mondatot ne vágják ki, kivágták. Széchenyi nem hagyta ennyibe, azt válaszolta rá. Miért emel olyan polcra, ahol nem tarthatom magamat? Mire jó ez magának, Lajos, hogy rólam ezt állítja? Aki jön Zemplénből, ilyen furcsa ügyvédszerűségként eltűnt ott a lóvé, aztán itt média ember lesz, aztán magára lesz bízva Magyarország pénztárcája. Mikor kapja az ideg összeroppanás Széchenyi? A filmben ott van. A kormányban nem vett át tőle senki a gazdasági közlekedési tárcát. Senki. De az rendben volt. Barátai, Batthyány, Deák, Ötvös, Eszterházy, mondjuk ő nem volt a kormány. Senki nem vette át. Egy vette át. Kossuth. És mit mondott? Fegyverkezni, elszakadni. És mit mondott Széchenyi? Ne hallgassatok rá, az ördög szól belőle. Fajták ellen rohannak, a házak kapuját keresztel jelölik meg, és akinek van, attól elveszik azt. Ez jött. Széchenyi előre megmond. Széchenyi már 48-ban kiegyezni szeretett volna. Széchenyi 48-ban kiegyezni szeretett volna. És a barátai mind Kossuth mellé mentek. Mert mit mondott Széchenyi? Azt mondta Kossuth, elszakadni, fegyverkezni. Ez nacionalizmus. Kossuth meg azt mondta, vagy Széchenyi meg azt mondta, úgy kell nézni egy nemzetre, mint egy családra. A nemzetnek a családa az alapsejtje. Ha a családon belül mondjuk a családfő részeges vagy pernahajder, akkor nem az a dolog a családon belül, hogy elválunk tőle, mert akkor a baj még nagyobb lesz. Hanem az a megoldás, hogy ki kell józanítani imával, bőjtel, jó szándékkal a családfőt, kiimádkozni, visszakapni, és közben a család többi tagjának többet kell dolgozni, nehogy a család tönkre menjen. Így kell gondolni a nemzetre is. Azt mondta Széchenyi, a császár jog szerint a magyar király, igaz, még nem koronáztatta meg magát,
de az örökösödési jog miatt odaillett, tehát Zabi gyerekei vagyunk a császárnak, a papától meg nem elválni kell, hanem ki kell őt jogilag rendbe kell tenni, független parlamenttel, jogrenddel, stb., és gazdasági központtá kell tenni Magyarországot. Mert akkor a perem népek nem elszakadni tőlünk, akarnak tőlünk, hanem hozzánk tartozni. A horvátok soha nem támadták meg Magyarországot. Egyszer. Jellasítség. Ti el akartok szakadni az osztrákoktól? Hát akkor mi meg tőletek? Gondoljanak. Branyiszkóra is. És az összes többi perem népek elszakadására. Gondoljanak. Trianon, Kossuth következmény. Széchenyi azt mondta, nem elszakadni és fegyverkezni kell, hanem a monarchia gazdasági központjává kell tenni Magyarországot, és ki kell józanítani a császárt. Ezért hülyének tartották. Mikor a Széchenyire készültem, Richard atyához mentem el egy hétre, mikor befejeztem a felkészülést, és eljutottam a naplóba egy olyan mondathoz, amikor már tudtam, hogy kicsoda Széchenyi István, majd ha lesz rá idejük, arra is rámehetünk, és akkor elmentem egy lelki gyakorlatra Richard atyához Tihanyba, és akkor elmondtam az alap téziseit, hogy hogy készültem föl a műre, és akkor azt mondja, hogy félrehívott engem a Richard atya, és jóba vagyunk, tegeződünk, bár idősebb nálam, most volt 75 éves, gyémánt is volt, Aranyos is. És azt mondja, nem, gyémet. És azt mondja nekem, te, volt egy bencés tanár, ezt jól jegyezd meg, most különös órát fognak kapni. Mikor én ezt elmondtam egyébként így nyíltan a tévékben egyszer, azóta erről nem kérdeznek a tévékben, sehol. Sehol, egyetlen egy tévében sem. Sőt, a Széchenyi Társaság sem hív meg. Volt egy bencés tanár, aki mikor átvette a diákjait, ugye azok fiúk voltak, mindig, ha Pesten volt, akkor könnyű volt, ha vidéken, fölvitte őket Pestre, jó időbe a Citadellához, rossz időbe a Halászbástyához. A következő tanítást tette. Na gyerekek, az ott micsoda? Hát az ottan tanár úr a Lánchíd, más néven Széchenyi híd. Úgy van, építettette Gróf Széchenyi István. Úgy van. Majd kérdezzenek vissza rá, hogy átment-e rajta. Soha nem ment át rajta. De majd, hogy ki ment át rajta először, bent van a filmben, kíváncsi vagyok, hogy tudják-e. Mi van mellette? Tudományos akadémia. Úgy van, fiúk. Építettette Gróf Széchenyi István. Miből? Egy évi teljes jövedelméből. Indított el. Mi indult el ezzel Magyarországon? A reformkor. Hol? 1825 Pozsonyi Országgyűlés. Mi van előtte? Duna. Szabályoztattatta Gróf Széchenyi István, és még Tiszát, Balatont folytathatnám. Úgy van, fiúk, az ott micsoda? Pályaudvar, miért mutatom? Mert a magyar vasúthálózat és a vasút fejlesztése és Magyarországra hozatala Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető a Kárpát-medencében. Az ott micsoda? Az lóverseny. Miért? Mert a lóverseny és a lótenyésztés megújítása Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető. Az ott micsoda? Gyár. Úgy van, függ, milyen gyár? Hát akkor biztos sejemgyár. És a sejemhernyó tenyésztés Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető. Az ott micsoda? Malom. Miért mutatom? Mert az első henger gőzmalom Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető. És még folytatnám. Az első vasmű, kisebb vasmű. És az ott micsoda? Hát az egy bank. Miért mutatom? Hát mert Gróf Széchenyi István írta a hitelt. És miért mutattam a bankot? Azért, mert a hitel arról szól, hogy kell, hogy legyenek bankok, de azok a bankok jó, ha magyar kézben vannak, mert akkor a pénz nem kimegy, hanem benn marad. Ezért lett a Habsburgoknál utált ember Széchenyi 1830-ban, mikor megírta a Hitel című írását. Rögtön furcsa emberként kezelték Széchenyit. Már akkor, 30-ban, de akkor már megtért ember volt. Mert ő is nagy permahajder volt. Aztán édesapja írására, majd ha gondolják, visszatérhetünk, megtér. Három nagy pedagógiai csúcsa van Magyarországnak. Szent István Intelmei Imre fiához, Gróf Széchenyi Ferenc Intelmei István fiához, Gróf Széchenyi Ferenc szabadkönyves volt, kilépett,
Szent Hofbauer Kelemen hatására ünnepnapja március 15, Bécs védőszentje, Stefán kirchétől körülbelül 300 méterre egy kis templomba megtalálható, már elvittem a családomat, maguk is, ha tehetik, menjenek el és imádkozzanak Szent Hofbauer Kelemennél, annyit köszönhetünk neki, mint az újkorban, mint a középkorban Szent Gellérnek vagy Szent Adalbertnek. Szóval, gróf Széchenyi Ferenc intelmei István fiához és gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához. Miniszterelnök úrunk már kapott tőlem ajándékba, mert ő se ismerte, ilyen pedig nem akármilyen tanulmányú. Fiatal volt ő, meg nem akármilyen gimnáziumokba járt, meg egyetemekre. Ő se ismerte, de már ismeri. Szokott is belőle intézni, itt-ott-amott, egyik karácsonyra megkapta. Ezt, másik karácsonyra azt, harmadikra azt. Na, elég az hozzá, hogy Széchenyi István a Hitel című írás kapcsán válik persona non grátává a Habsburgoknál. A magyarok meg nagyon oda néztek rá, hogy hát ez milyen igaza van, hogy magyar bank azon, és ott legyen a lóvé. És folytathatnám. És akkor még ezt mondta ez a papbácsi, gyerekek, az ott micsoda? Hát az a Nemzeti Múzeum. Építettette, hát az nem Széchenyi István, nem ám, hanem ki, nem tudjuk, tanám. Ha, fiúk, a papája, gróf Széchenyi István papája, gróf Széchenyi Ferenc, volt kitű tanulni a gyereknek. És az ott micsoda? Könyvtár, úgy van. Építettette, hát nem Széchenyi István, nem ám, hanem ki. Úgy van, fiú, csak bátran. A papája, gróf Széchenyi Ferenc, volt kitű tanulni a gyereknek. Nos, srácok. Ez meg itt micsoda? Pénzérme, tanár úr. Úgy van, fiú, ki van rajta? Rajta. Azon Kossuth Lajos volt. Kossuth Lajos. Úgy van, fiú. A srácok, ezt a pénzérmét megkapja az, aki megmondja, hogy mit hagyott hátra. A filmnek, csak hogy legyenek rá büszkék, mert én nagyon büszke vagyok rá. Ütötték, verték, vágták a filmet. A könyvelőm például többet számlázott, és levették az összes pénzemet a film után. Letiltottak mindenről. De nem nézték meg, hogy rossz vagy jó fizető, túlfizettem. És azt mondta a könyvelőm, hogy ne csináljunk semmit, majd szép lassan visszaszedjük. Mondom, de hát addig ott van a lóvé, hát miért nem a családomnál van. De hát így döntött a könyvelő. De amikor látták, hogy én kikötöttem például, és abba hagyták a kutatást, hogy eperjes biztos izé vagy kikötöttem, hogy három kollégánál a napi díjam kevesebb kell, hogy legyen, bár Széchenyit játszottam benne. Kikötöttem, hogy Darvas Iván, Garas Dezső és Cserhalmi György naponta nagyobb gázsit kapjon, mint én. Mikor ezt meg elolvasta az adóellenőr, utána abbahagyták a kutatást utána. De addig a biztos... Na, elég az hozzá, visszatérve a történtekre. Nem mindegy, hogy a hazából vagy a hazáért élünk. És ez a film 2003-ban, Houstonban megnyerte a Hidember a világtörténelmi filmfesztiválját, az Arany Remi díjat. Még jobboldali újság is picibe merték csak oda pittyenteni. És nem nagyon beszéltek róla a televízióban se. Pedig ez Közép-Kelet-Európába tudommal egyetlen egy országgal nem történt meg. Hogy kapott volna Houstonban, minden évben megrendezik a Történelmi Filmfesztivált, és 55 film, vagy 56 film 30-valahány országból nevezett, és a Hídember nyerte meg az Arany Remi díjat 2003-ban. Houstonban a történészek és a filmesek fölfogták, hogy mit látnak a filmben. Ugyanis Széchenyi nem volt a legnagyobb magyar, nem volt bolond és nem volt öngyilkos. Elhárítja magától. Széchenyi tudta, hogy volt, van és lesz a legnagyobb magyar Szent István. Széchenyiek halál címere, halotti címere egyszer változott meg. Csak Széchenyi István idején. Egy plusz mondattal egészült ki,
latinul, magyarra lefordítva, ha Isten velünk, ki ellenünk. Tudják-e, hogy mi ez? Ne lepődjenek meg, hogy nem tudják. Képzeljék el, a mások hogy tudják. Nem tudják. Ha most elmondok, akkor egy szép történetet. 2006-ban, édesapám halála előtt, 4 hónappal a kampány előtt átadott nekem egy levelet, egy nyitott borítékot. Kisfiam, add át a barátodnak. Mondom, kinek? A miniszterelnök úrnak. Apa, hagyjál! Kisfiam, azt kértem, add át! Átadtam Viktornak, azt mit ér édesapám? Mondom, csak nem képzett, hogy elolvasom. Aztán nyitott a borítékot. Mondom, akkor is, ez neked szól. Ez. Kinyitotta, és mikor ez a, látják milyen ember, a könnyeivel küszködik. Láttuk már a könnyeit küszködőként is. Könnyeivel küszködött. Mondom, mi van? Baj van? Mondom, baj. Olvasd, ilyen apád van. Excellenciás uram, unokája lehetett volna. Engedje meg, hogy a kampány jelmondatának ajánlja. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Talán nem volt szerencséje, hogy olyan tanárokhoz került. Ez Magyarország jelmondata. Szent István, mikor megkapta a koronát pápától, Pál levélből ezt választotta. Eleink, Mohácstól, Augsburgig, Dobertótól, Isonzóig, a háborúba indultak, mindig így indultak. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Mindent elkövettem, hogy itt kezdődjön az alkotmányunk. Sajnos nem tudtam elintézni. Pedig finomabb történet lenne, mert egy haszóval ki akarja, aki nem. Ha Isten velünk, ki ellenünk. És akkor visszatérek, hogy miért nem szeretem a mostani himnuszunkat annyira, mint a korábbiakat. Mert ez egy másik teológia kapcsán íródott. Isten áld meg a magyart. Hát ő áldaná, de mi hagyjuk-e? A mi teológiánk szabad akarati teológia. És van olyan teológia, amelyik eleve elrendelés. Mi is hiszünk az eleve elrendelésben, de máshogy. Hát jó, hogy nem parancsunk, legalább óhajtó mondatban mondják az Isten, áld meg a magyar, áldja ő, de mi hagyjuk-e? Ez a kérdés, válasszatok. Szóval, bolond volt, hát bolond az, aki egymaga megbuktatja a Bach rendszert, Blick című írásával. És nem Kossuth Torinóból, Washingtonból, Londonból buktatta meg, nem Deák itthonról. Egy ember látogatta meg a kormányból, Döblingbe, Deák, Ferenc, ezt se tanítják. De ha nem kutatom, én se tudom. Deák Ferenc fölkeresi Döblingbe. Hát hülyéhez érdemes elmenni? Elment hozzá, és azt mondta, hogy Pista, tönkrementek a kehidai birtokaim, mit csináljak? Rosszicsai Ferenc azt mondja, ide figyelj, Ferkó, megveszem a birtokaidat, nehogy más kezébe kerüljön, egy feltétellel. Ha hazamész, és úgy gazdálkodsz, ahogy én mondom minden Döblingből. Ha úgy gazdálkodsz, nagyon hamar, rövid időn belül vissza tudod vásárolni a birtokaidat, és akkor a te kezedbe marad, addig is nálad van, csak jogilag nálam lesz, de én kamat nélkül visszaadom neked, nem törődött a pénz romlásával se. Rövid, pár év után Deák Ferenc visszavásárolja Széchenyi Istvántól a birtokait. És akkor rájön, hogy 48-ban ő, mint igazságminiszter, hogy árult el a barátját a kormányülésen. És mindent megtesz 7 évvel Széchenyi halál után a kiegyezésért. És mire már meghal, kilép a szabadkövességből ő is, Deák Ferenc is kilép. Deák Ferencnek a Söjtöri házát néztem, és akkor Zalaegerszegen játszottam, és éppen renoválták. Az elhíresült Söjtöri ebéd kapcsán volt abban az időben, és renoválták kívülről. Nézegettem be a hálók, meg a mindenféle felszerelések között, és nyitva volt az ablak, szellőztették belül, már kifestették, vagy nem tudom mi, és nézegettem befelé. És egyszer csak egy parasztember a földekről elindult velem a kapával. Éppen valami olyan szerepem volt, hogy hosszú szakállam volt és hosszú haja. Azt hitte valami betörő, vagy valami homeless, vagy valamit.
Jött, azt megállt a kapával, ott már. Jaj, művész úr, maga, az majdnem agyon csaptam. Mondom, ne. Mondom, az milyen jó, hogy maga is néz tévét néha meg. De jó, hogy megismál, mondom. Mit csináltam? Azt mondom, nem, semmi. Azt mondom, megyek a Marihoz, Gezihez, nem tudom, hogy hívva. Hozom a kulcsot, kinyitom, azt megnézhetem. Mondom, nem, annyi időm nincsen. Mondom, megyek Zalaegerszegre fölépni. Csak beugrottam tiszteletemet tenni. Mondom, már voltam a sírjánál is, a Krepesi temetőben, nem is egyszer. Mondom, és akkor az így megfogott a kapa a másik kezével, nem a kapáson, máskor erősen. Akkor a parasztember úgy megfogja embert, úgy művész úr maga, nagyon szomorú. Mondom, hogy ne lennék szomorú, hát ő is szabadkönyves volt. És könnyelvel küszködve a következőt mondta meg. Nem a Tudományos Akadémia bármelyik történészétől hallottam. És azóta utána néztem, igaz, hanem egy parasztembertől. Művész úr, maga olyan szomorú, mondom, hogy ne lennék szomorú, ő is szabadkönyves volt. Könnyével küszköd. Művész úr. Hát akkor most elmondom magának, hogy tudja. Deák Ferenc halálos ágyán papot kért, és kilépett a szabadkönyvségből. Halleluja! Úgy van, művész úr, halleluja! Akkor megyek Zalaegerszegre, magam meg menjen kapálni. Viszontlátásra, és elhagytuk egymást. Nem volt a legnagyobb magyar, nem volt bolond, és nem volt öngyilkos. 1860. április 11-én temetik el Gróf Széchenyi Istvánt, a legnagyobb titokban. Nem volt tévé, rádió. Egyes leírások szerint, történészek szerint 8000-en, mások szerint 15000-en jöttek össze Nagyszenken. 8-án húsvét hajnalban találták meg, reggel találták holtan. 11-én eltemetik Nagyszenken. A legnagyobb titok van a császár parancsára, és mégis 8000. Mások szerint 15000 ember verődött össze a temetésen. 8 nemes volt közöttük a többi felszabadított jobbágy. És csöndbe voltak, mert ha megszólaltak volna, letartóztatják őket, körbeállták a temetőt, és gyertyákkal és fáklyákkal magukba imádkoztak. És Gróf Széchenyi István utolsó mondata, nagy szombaton, titkárához és két szolgájához. Boldog feltámadást, uraim! Az ilyen ember másnap főbe lövi magát? Két titkos rendőr volt nála éjszaka. De csak egyet szeretnék mondani. Gróf Széchenyi István, akit az utolsó héten látogattak, kivéve a feleségét és még két embert, feleséget nem bántották, mindenki rövid, 8-9 hónapon belül nem természetes hallállal hal meg. Görgen doktor felesége, a segédorvos, Tasner nevű szolgája Széchenyinek, Tasner nevű titkára, Kis nevű szolgája, és Brach nevű szolgája is. Az a csenémet Brach, aki titkos szolga volt. Széchenyi mindvégig bérelte Döblingbe az első emelet, 5 szobáját. Egyetlen partit nem veszített el, pontosabban egyet. Halál előtt 3 nappal nagy sütörtökön a szimultán parti közül egyet nem tudott befejezni győzelemmel. Győzelemre áll, de nem tudta éjfélig befejezni. És éjfélkor levette a királynőt. Azt az egy partit adta föl. Soha nem tudták megverni. Kire sakkozók is jártam, meg járt hozzá, szóval sakkönyvön mi egymás. Sok mindent tudnék, ez több órát tudnék erről még beszélni, csak azért mondom ezt el maguknak, hogy ez a Brach nevű titkos szolga egyszer megállt Széchenyi előtt, és azt mondta, Gróf úr, becsukhatom az ajtót, parancsoljon, de kulcsra, parancsoljon. Gróf úr, nagy dilemmában vagyok, és vallomással, parancsoljon, Brach úr. Nagy családos ember vagyok. Én nagyon megszerettem magát, de én így nem tudok tovább élni. Én titkos rendőr vagyok, és nagy pénzért magát beárulom, de ha kilépek a titkos rendőrségből, akkor a családom tönkre megy, engem megölnek, de én nem tudom magát tovább beárulni, mert nem szeretnék elkárhozni. Azt mondja nekem Gróf Széchenyi István, maga bölcs ember, mondta, megfigyelt a Dili házban levő Széchenyi Istvánnak. Azt mondja meg nekem Gróf Széchenyi István, mit csinálja? Gróf Széchenyi István válasz a következő volt. Brach úr folytassa, maga legalább rendesen csinálja.
Az ilyet úgy hívják, hogy az irgalmas szeretet. Mintha nem tudta volna Széchenyi, hogy ezt a Brach nevű szolgát, hát ő nem rendelte, hát ő kis nevű szolgáját hozta Nagyszentről. Nem kellett neki még egy szolga. Ha ide tettek mellé, akkor ez valaki küldte. Nem? Csak annyit szeretnék mondani, hogy a premieren a Sorbonne Egyetemről, itt az Uránia Magyar Nemzeti Filmszínházban egy pár történész volt, és egy hölgy felállt a sajtókonferencián, és azt mondta, én nem tudom, miért bántják ezt a filmet, egyet szeretnék mondani. Mi a Sorbonne Egyetemről jöttünk. Különösen érdekelt minket a döblingi rész. Külön szeretettel gratulálok a művész úrnak és a művészeknek, hogy Széchenyit helyesen ábrázolták. Széchenyi ugyanis nem bolond volt, hanem idegösszeroppanása volt. Az idegösszeroppanásból meg lehet rendbe jönni, a bolondságból soha. És nálunk innentől kezdve a döbling rész tananyag a Sorbonne Egyetemen. Mondta egy pszichológus nő tanárnő. Csak ennyit az egészről. És aztán lehet mondani rólam sok mindent. Mondanak is, de azt nem hagyom. Egészsége, azt nem hagyom, hogy Széchenyit bolondnak, legnagyobb magyarnak és öngyilkosnak titulálják. Remélem, eljön az idő, amikor a Nagy Árpádházi szentjeink nyomdokaiba tudjuk, ugyanúgy, mint Battyány Stratmann Lászlót és másokat üdvözölni majd. Majd. Egyébként történészekkel és igazságügyi szakértőkön keresztül be tudjuk, pontosan ők bizonyítani a gyilkosságát, nem mertek és azóta sem mernek nyílt színen kiállni és bebizonyítani. De nekem négy szem közt elmondták. Egyébként 1860. április 11-én a Római Katolikus Egyház öngyilkosokat nem temetett egyházi szertartása temetőn belül. Márpedig őt úgy temetik el. Látod, milyen nehéz volt fölkészülni Széchenyiből? És Kádár ehhez képest nagyon egyszerű. Bort, Sopron környéki gyerek vagyok, bortermelő vidékről vagyok. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kék frankos, amit mi gyerekkoromban, a nagyapám is csinált 3-4 féle bort, ő főleg Zweigelt, volt neki Otellója is, volt Delovári, mindig mondta, a Delovári, az finább, ő át is már az édes. De ő nem volt nagy borász, ő mindenfélevel volt kis szőlője a nagyapámnak, de nem. De megmondom őszintén, hogy a soproni kékfrankos, pláne abban az időben, amikor én ittam, bár volt azért ott egy-két maszekember is már akkor, meg bebejutottunk, meg az egyetemisták ott, a faj és erdészeti egyetemisták tudták, hogy melyik azok, akikhez lehetett menni. Ittunk azért ott is jó borokat, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy az savas volt. Sőt, utána az egri borokra is rákaptam, de az is savas volt nekem. Ez még a 70-es évek vége, ugye akkor voltam már fiatal, meg a 80-as évek. És akkor a 80-as évek elején egy fellépésen eljutottam, most kapaszkodjanak meg, biztos kiröhögnek, mert azért az egy homoki bor. Ide Kalocsa alá Vaskútra, és ott ittam egy olyan küvét, meg egy merlót, ami azt mondtam, hogy a betyárját. És akkor elkezdtem egy kicsit a Szépasszony völgybe föltérképezni, úgyhogy a színészek mindig azt mondták, hogyha Eger környékén vagy valahol voltunk, hogy ott iszunk, ahol a Szamóca mondja. És én tudtam, most azóta se tévedtem, mert azok a hanyas számú pincék vannak a szép az, hogy kik azok, meg arrébb. És az első nagy igazi jó bort akkor ittam, Isten nyugosztalja, amikor Szabó Gyuszi bácsi, mint már komoly nagy színész, mi fiatal színészek játszottunk az egri játékokon, és meghívott minket egy pinceszerre. És 2 évvel ezelőtt tisztáztuk, hogy ki volt, mert én elmondtam, hogy hova mentünk, és akkor jöttem rá, és a Tóth Feri bátyám valakivel az dolgozott, és nagyon jobban volt, azt mondta, hát az én pincémről beszél!
hány év óta? Most az ő pincéje volt az, amiben mi akkor ott voltunk. Én nem tudtam, csak azt tudtam, hogy egy nagy, na ott jó bor volt. Az nem a szépasszony, az a szépasszonyvölné olyan a bor volt. Most már a szépasszonyvölgyben is vannak olyanok, mert oda kitelepültek jó borászok is, megvették a kihalt pincéket, és nem csak commerce, de ott is vannak jó borok. Na, és aztán mindig hallottam, hogy itt Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem, meg a szekszárdi kékfrankós, meg hogy hallottam, hogy bikavér is, hogy itt előbb volt. Meg. Mi? Hogy? Egerni előbb volt bikavér, mi? És aztán az az igazság, hogy én már hallottam a Feriről, de lementem a pincébe, és ő név nélkül kóstoltatott engem. Hogy nem mondta meg, hogy mi micsoda. És meg nem tudom hányat ittunk, jócskán, mi, mint a Kaló Imréné is, jócskán ittunk, de nem voltunk, csak meg voltunk kedvesedve. De bár nem voltunk, mint arra, tudja, az Úr Jézus, de most figyelnek, nem mindegy, hogy az ember mennyegzőn van, vagy lakodalomban. Már a mennyegző az úgy néz ki, hogy Isten nevébe. Rá, és itt van vége. A lakzi meg nem itt kezdődik, csak hazudják, az itt kezdődik, hogy rá, és itt van vége. Na, mi meg a mennyegzőn voltunk. Az Úr Jézus is úgy volt a kánai mennyegzőn, de nem volt benyomva, mint a rajszög. Hát persze. Na most, meg voltunk kedvesedve, de észnél voltunk. És akkor én azt mondtam a Ferinek, hogy én visszamennék egy hordóhoz. Emlékszel? És én azt mondtam, hogy én nem tudom, hogy az is jó, az is jó. Nem mondta neveket. És azt mondtam, szerintem ez egy merló. És akkor a Feri azt mondta, honnan tudtad? És az volt az a híres primáriuszod. És akkor még csak hordóba volt. És arra már büszke voltam. Hú, és akkor úgy megdicsért engem a Feri, hogy úgy megdicsért, hogy aztán mondom, hát ennek a dicséretnek meg kell felelni. Hú, utána aztán úgy kót, nem áll megy, belekóstolom, már mondtam is, hogy küvé vagy, kék frankos vagy. Hát aztán most ezeket a nagy rezerv borait már nem tudom eltalálni. Ezeket már nem tudom eltalálni. Azt nem tudom például, hogy a Kaló Imre honnan tudja, hogy melyik bora milyen. Szerintem ő sem tudja. De olyan borai vannak neki is, hogy valami hihetetlen. Na, úgyhogy rajta keresztül itt a borászokkal jobban lettem. Egy kicsivel azt hiszem, hogy előbb jobban lettem az Ede bácsékkal. Tehát még előtted már ott... Már, most ezeket nem tudom időrendi sorrendbe... Sőt, a Gál Tibivel előtte. Csak aztán meghalt pont akkor, utána, hamarosan. Nagy hitvitánk is volt, ugye ő nagy református volt, hogy hívják, előjáró is volt, ugye, presbiter volt, utána komoly hitvitáink voltak, sajnos nem folytathattuk, de hát a családjával azóta is jobban vagyok, sőt a felesége a kislányomnak a Bérma keresztanyja. És nagyon jobban vagyok a gyerekeivel. Tibi, ugye nem haragszol? Az egyik fiad már katolikus. Úgy örülök neki. Úgy örülök neki, hogy euharisztikus lett. Ugye, mert a fiúk azok reformátusok, a lányok meg katolikusok a vegyes házasság miatt. Na, szóval így kerültem a borászokkal kapcsolatba, és megmondom őszintén, hogy gyűjtöttem egy időbe a borokat, de még vannak is neked is, még 2000 előtti tételem is van, most már meg kéne inni, mert ugye nehogy megkocsonyásodjon vagy valami. De még egyik sem volt baja. Ugye mert vörösbort azért 8-10 év után azért nem baj, ha megissza az ember, bár nála van azért olyan helyen még olyan, ugye a mindegyik nagy borásznak van egy ilyen széfje, ahol ugye hát a tokajaknál nem nehéz, mert ott vannak, ott az ácskarcsinál, meg a többieknél, ittam én 200, meg 300 éves borokat. Megnyitotta. Hogy kóstolj, mert nézd, meg nincs ma. Na, de ez egy más világ, mint a vörösbor, meg szóval az más helyzet, meg pláne az édesbor, ugye, az jobban elát. Szóval nem akarok én itt, büszke vagyok rá, hogy a
a jó borászok nincsenek haragba velem. Bármelyik borvidéken, úgyhogy sajnos most temettük el az egyik legjobb barátunkat, Busai Lacit, akit nagyon-nagyon szerettünk, és nagyon nagyszerű ember volt. Nagyon hiányzik, csak jelentem nektek, hogy a család tovább csinálja. Szóval úgy döntöttek, hogy tovább csinálják. Egyem a szívét Lacikámnak. Igen, orvos volt, és kitűnő fehér borász volt. Bár az utolsó két piros hát, ahogy mondta, már ismeritek, azok nagyon finomak voltak, amiket most utólag csinált. Ezeket a gyönyörű két, volt egy Pinot Noirja, volt egy nagyon szép Pinot Noirja. Persze nem jöhet ehhez, meg Villányhoz, meg Egerhez, mert még fiatalok voltak a tőkék, de már kezdett nagyon jó lenni. De hát a fehér boraiba, az esküvé, meg a többiet, meg hát az olasz rizlingenek is, Jásdinak is. Na, jó, szóval én nagyon szeretem a borászokat, mert úgy vagyok vele, hogy a színészt, a sportolót, meg a borászt az Isten igen jó kedvébe teremtette.